láttam, hogy hölgyet mondtam, hogy mi lehetett neki a kudarc. De én is valami, hát én nem lehet, hogy megtegyőződött. Úgyhogy angolul is elmondom, hogy én nem lehet, hogy kívánok, kedves közösségünk! Mai előadásunk újra a Szerelmi Színház vezeti Szenyői Mária. Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket, ismét találkozunk. Szeretném a mai esti vendégeimet bemutatni, Ruiz Anikó színművésznő, Andai Kati színművésznő, Csógrádi Kata színművésznő, és hát Kocsola Tibor rendező úr, aki még nincs itt. Reméljük, hogy idővel megérkezik. Foglaljatok helyet. Hogy vagy, hogy vizsgáltál? Éppen nézem ezt a vizet, ugyanis rögtön jön a történet. Kérlek szépen, rendkívül bizalomgerjesztő egy ilyen nyitott valami, ami az ember. Azért, mert Zsuzsanna is az éneket játszottuk, amikor is rég szinkronú voltam, és akkor kirohantam, akkor gyorsan a tejából kortoltam valamit. Az egyik alkalommal éppen szeretnék hinni, aki az ötöztetőben, hogy te nézd, olyan sötét ez a teja. Mondom, tényleg ilyen sötét. Elnéztem erre, fel fog tudni aludni. De szagolgat, hogy te, mert valaki van, elvitte megjelentésre, kérlek szépen az ellen kolléganő, aki nem szerette van bizonyos, kicsikét kicsikátott a darabba, a balzsamot tette bele, ami remek közlet. Igen, ez a hasonló. Na most attól kezdve én nekem mindegy gyanús, amit ki van rakottam. Hazamentünk anyuval, és utána elmentem a sarokba, és
elkezdtem most. Legalábbis úgy csináltam. És ide akkor kaptam, hogy megállt vagy meg abu. Miért? Miért csináljuk? Szépen most. Most. Hát tényleg visszatudom, hogy most. Azt mondta, hogy egy jó Isten. A gyerekből vagy színésznőnek, vagy patról. Nincs elég baj a családban, igen, és akkor ilyetében minden mellékállást elvállaltak, hogy tudjanak tanítani, hogy járathassanak balettre, szolfézsra, jajdentátra, szolfézsra, zongorára, stepre, klasszikus balett, modern balett, és mellette azért tanuljam meg az angolt, legyen vele a nyelvvizsgám, hogy valami könnyebb legyen a kezembe. Szóval mindenféle tanítottam, hogy ha már erre a pályára megyek, hogy valami felkészítőnek legyen. Andrai Kati, azért mondom, hogy most a vezetni mellettek. Hogy legyen Kati? Kivéve Anikó. Olyan, engem szólj, nyugodtan Máriának. Ugye, és Mária vagyok eredetileg. Ugye, anyukám? Hát akkor itt most állj! De megmondom, mi történt. Az 5 évesek balettvizsgáján megjelent egy plakát, hogy föllép Csográdi Mária. Aha. És akkor annyit elkezdték tudkolni, hogy kerülte az 5 évesek balettvizsgájára, hogy azt mondta, hogy te jó Isten, akkor nem lesz Mária, és így lesz meg az. Nyugodtan Máriára hallgatok. Szóval, Mária, nekem nem jutott eszembe, hogy én színész legyek, mert senki sem volt színész soha a családban, hanem első osztályos voltak, és nagyon kérhagyunk volt már akkor is, de be volt honva két ilyen kicsit szomba nagy maszkikkal. Csak jött ki egy pár kicsit nénik az osztályba, és mondták, hogy a toffosok álljanak fel. És akkor hát én jó gyerek voltam, már alig volt toffom, de felálltak. És valamit ott összeírkáltak neveket, és be kellett menni a filmgyárba. És ott is van, beszéltek velem, gondolom, nem emlékszem rá. De kiválasztottak a Budapesti Tavasz című filmben, én voltam Gordon Zsuzsa húga. És hát a nagymama nagyon örült, mert mint később kiderült, hogy szeretett volna színésznő lenni, csak nem sikerült neki, és hát nagy boldogalmi kurszon fejjel mindig a filmgyárba felvételekre, és hát akkor elvettem. Mert hát ugye ott van Gábor Miklós, akivel rögtön szerelmes lettem. Hány éves voltál? 6. Harmadik? De ez nagyon nagy szerelem volt, és úgy gondoltam, hogy akkor színésznő leszek, és akkor ez a dolog el van, mint hiszem, mert mindig Gábor Miklós partnernője. Aha. Hát aztán soha többet nem lettem partnernője, sem semmire is sikerül, de azt volt, hogy én nem is akartam, mert semmi nincs így egy színésznő. És aztán te is Gábor Miklóssal való kapcsolatban nem lesz semmi. Semmi. Aztán a Madár Színházban voltam gyakornok főiskolás koromban, de én nem vettem neki meg. Az első darab is úgy jött ki, hogy pont amikor harmadikos lettem, akkor a Hermelin című darabban kis virágáros lány voltam, és ő volt a főszereplő. Akkor nagyon boldog voltam, és úgy gondoltam, hogy a sors kezdett. De nem mertem neki megmondani, hogy miért lettem én színésznő, hanem az egyik osztálytársam megmondta. És én izgatottan vártam a reagálást, semmi nem. Nem értek ezt a történet, mert nincs tanulni. Hát még lehet. Még. De a szerelemmel is lehet. Nálam nincs vidám történet. Sajnos a vertek, az ellenvertek. Nem, ez úgy volt, hogy én 2 éves koromban el kellett, hogy váljak az édesapámtól, a részleteket most hagyjuk. És hát egy 2 éves gyerek nem tudja igazából megemészteni, hogy mi történt és hova lett az édesapja. Na most én egy darabig vártam, hogy ő értem jöjjön, nem jött. És aztán én kitaláltam magamnak, hogy a színészek híres emberek, és akkor én híres ember leszek és színész leszek, mert ez nekem nagyon tetszik, és akkor meg fog találni. Ennyi a történet. Tehát, hogy annyira felkényes, hogy tudja, mert hát azt hiszem, hogy nem tudja azért, az ő nevé lesz ő színész, tehát Grúiz, az a helyzet. És megtalál? Még keres. El se veszett az a helyzet. El se veszett,
Én megtaláltam, ő csak annyira pici volt, tehát én 12 éves koromban találkoztam vele a következő etapban, csak én annyira pici voltam akkor, hogy tökéletesen elfelejtettem, hogy a két ember azonos. Tehát amikor elváltatok, ahogy... Igen, tehát nekem volt egy emlékem, aki megölel, visz, megyünk a Dunára evezni, tehát egy apa, és jött egy idegen ember. 12 éves korokban? Igen. Imádja, nem is volt rugalmas, hogy megtaláltam. Nem tudtam, én nagyon sokáig nem tudtam, hogy a két ember azonos, de hagyjuk fel egy fájt. Jó? Nagyon jó partnerekkel, Blaskó Balázs volt a kötyük a partnerem, meg a Rukni Karcsi, és Bartal Zsuzsi, a Finom Zsáról pedig a kötyük, hogy nagyon jó, imádtam a színész házat, hogy a saját szobám, csak rám kopogok, és akkor ott jól már a kollégával, és később veszünk, levezzük, összevezzük a szöveget, olyan családias volt az a légkör, amiért persze hiányi állapot. És nem jutott eszembe az, hogy ez a végtetem. De hogy nem. Amikor a Messner volt győrbe a igazgató főrendező, akkor hívott, hogy menjek le. Akkor az operetta voltam a városod, a főrendező, és mondtam, hogy fú, és akkor mondtam ezt, hogy én ott mindent megkaphatok. Na most hát kezdődik, hogy mit játszol? Én? Mondja, mert hát a kabaréban Szerdi Bob városnak. A kabaréban Szerdi Bob. Na, itt most megkapja a Latinovics mellett a Bozzi úrba az egyik főszerepe. Akkor nem egy győrlöm? Dehogy. Értem. Kati, kapos szállok, ezt jól tudom. 4 évig voltam, kapos szállok, 4 évig voltam. Nagy szabadán magára átjött a szolnokra, ott rendőrként játszottam a negyedik kaposvári évemben, de nagyon vágytam Pestre, mert itt volt mi mentünk, és Szolnok közelebb volt Pesthez, és akkor hát átvett egy Szolnokra. Én is jól éreztem volna magam vidéket, bár színháztam, nagyon jól éreztem magam, színészháztam is jól éreztem magam, csak hogy a szeretteim is voltak Pesthez, azt nagyon meg az elműszertem. És aztán jöttél, aztán mindig feljöttes a színházba, és hát aztán így sikerült egy saját gyerekszert benne. De, és úgy tudom, hogy most neked valamiféle színházat. Hát nem nekem, mert hát jó lenne, ha nekem lehetem, mert melyik közöntös találhatom van itt akkor. Két évvel ezelőtt megfontették az Arany János Színházat, ami az egyetlen fő foglalkozási gyerekszínház volt Budapesten, és mindig kell házak voltak, és kell a gyerekeknek. És nem gyerekszínházban, és úgy gondoltuk egy pár régi gyerekszínházban, hogy csinálunk egy alapítványt, és megpróbálunk létrehozni egy színházat, mivel épületünk nem volt, nincs. Ezért a Marci Bányi Zoli Művelődési Központ igazgatójával kezdettük, hogy ő szívesen fogadott minket, úgyhogy kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól, az önkormányzattól egy mezvállalattól pénzt egyelőre, és október 11-én, ha minden igaz, akkor meg lesz az első körülre este játszik. Hát akkor ehhez a kérdés látom. Anikó, te Miskolc. Nem. Állami vélemény. Hát, az úgy
akkor a Peti képen úgy. Úgyhogy akkor én aztán elmondtam a magam, akkor a Peti azt mondta, hogy hát én nézzeltem, nem tudom, hogy most így. Hogyan? Hát majd, ha a főiskolán a második osztán, hogyha az újít, akkor igen, mert az előkezdem, nem tudom. És akkor egyszer csak elkezdtek engem ilyen rettenetes módon keresni, mert kiderült, hogy éppen egy olyan 3 hónap késéssel van valami olyan darab, ahova kellene, hát egy kisfiút kéne játszani. És hát én voltam ugye akkor is még 100 éves, most se vagyok nagy. Tehát erre úgy pont jó lettem volna, és akkor én erre a darabra leszerződtem, akkor darab szerződéssel, akkor ez jelent az első ténykedésem, és akkor utána még felvételizik van a stúdióban, ami nem indult be, mindegy. Szóval végül is engem aztán a Petri József berakott mindenféle darabokba, és akkor így én kaptam egy állandó szerződést, és akkor ott voltam egészen odáig, amíg a 25. színházat nem egyesítették az Érinés színházat, ahol szintén még voltam egy darabig, és aztán felállítani is voltam. Miskolc után szorító lettem, akkor játszottam a játékszínházban, a Radnóti Színházban, a Nemzetiben, elkezdtem szinkronizálni, filmeztem, és aztán leszerződtem német színházban. Igen, és most milyen nyelven játszol? Németül! Bárhogy, tehát most németül is játszom a német színházban, ami ugye németül játszik, de játszom magyarul is, de az nem a német színházban van, mint egyébként logikus a csődügyre. És úgy tudom, de elég jól beszél németül, mert úgy tudom, hogy befogtam most a tulajdonképpen. Milyen nyelven szóval is? Kérdezik, hogy japánul fogok kapcsolni, körülbelül annyi a dolog. Ja, ma telefonált igazgató úr, hogy a Bölcsnátámba ugorjak be, de most ez rettenetesen boldog voltam, persze, hát leszünket játszani németül, ez egy hatalmas nagy dolog, és ez én még egy ilyen bravúrós beugró voltam idáig magyarul. Akkor tehát azért németül leszünket, a következő helyzet, ez hát nem tudom, leszünk magyarul sem egy zenés könnyedetlen műsor. Tehát azt meg kell tanulni, mert azt meg kell tanulni. Három napot meg kell. Hajlan. Mindenkit szeretettel várok csütörtökön este 7 órakor, aki meg akarja nézni, hogy mennyire sikerült megtanulni a szöveget, hogy csütörtökön este 7-kor jöjjön a Madár színházba. Ha azt mondja, hogy Zsui tanik a pénztárnál, akkor valami cédulát adnak is be lehet jönni. Nem, Madács kamarában, a kicsiben, igen. Hát nem semmi, én itt állok halálra várni. Más a bőtei intézet, és más a leszünk. Intézetben, hogyha mondok egy mondatot, akkor az többé-kevésbé normális. Tehát ez olyan, mintha nem tudom. Sokonai vicceit jó hozta. Embertelenül, persze. Persze, tehát ilyen ónémetű van. Szóval nem így van, hogy minden tárgy visszatön, de csak ilyen van, hogy ezért a fizetésedét csinálod. Állítólag, amit ígértek, arról beszélek. Állítólag, vagy fizetés, vagy egy tehát, hogy ezt nem a fizetés, amit csinálom, nem pénzé, vagy adnak fizetés emelés, nem most 300 forintot nem, a német színház márkában fizet. Akkor elkezdtem más csinálni, mert hogy én mást is tudok, és akkor rájöttem, hogy ugyanezzel az energiával azt is csinálhatom, amit szeretek. És hogy lehet az elvirálni, hogy mennyit kapjon az ember egy hónapra, hogy nem lehet a fizetés, hanem az ember szerelemből színész. Ezért megcsógassák a vasárra a
fizetés is. Igen, nem tudom. Jó, nekem már nincsen, mert én már állástalan. Szóval, és azt gondoltam, hogy az államnak meg szüksége van, az embereknek szüksége van arra, hogy színészek játszanak a színpadon, hát adjak, ha valamit adjanak, de nem a fizetés, hanem tartsanak el minket, és mi meg szerepelből játszunk. Aha. Tehát ez nem szerepel. Yeah.
mert nem vagy hív legközelebb a legszolgáltatott. Érted? És te akarsz neked, te, hát nem azt mondják, hogy akkor holnap a háromkor tökében, akkor te, holnap ember a... Érted a... Azért mondom, hogy másképp állnak hozzá az emberhez felnőtték is, megszoktam soha ide egy gyerekként, hogy igenis, azt, hogy igen, azt szerintem, akkor az, hogy vannak, akkor az úgy van, hogy hát semmi visszabeszélés, semmi. És akkor ebben szép lassan belehaltam. És akkor azt mondtam, hogy ott állod, hát azért olyan jó lenne egy kicsit élni. És akkor szabad lettem. És jól érzed magad? Nagyon! Helyes. Úgy tudom, hogy egy csomó gyerek, tehát van gyerek műsorod is, amit egyedül csinál. Helyes, mivel nagymamám a világnéző, rá mindenféle szeretett lánynak, én válogatok, hogy van egy szekrény, amiben a filmpadi ruhák vannak. Ez ehhez a darabhoz, az ahhoz kell. Szóval már nekem gyűlik össze ez a matek ládám, csak azt mondja a szervező, vagy az igazgató, hála Istennek, hogy akkor ezt a produkciómat hozom létre, ott arról hatogottam. Csak azt mondja, hogy gyerek, darab, kérem, gyerek. Akkor azt mondom, hogy gyerek, de produkálni fog. Felnőtt, kérem. Felnőtt, de akkor azt mondom, hogy úgy darab, pont én, akkor azt mondja, hogy és akkor, tehát mondjam, aktivizálom a fiat helyre, mivel jön. Szóval most már ez van. Nálam tomagók vannak a legfeljebb úgy van felépő ruhám ott, amikor már lejátszott a darab, akkor elszínyeláltam, ha valami nagyon nem voltam szabadító soha. Igen, ezt milyen átéltem sokszor, amit te is elmondtál. Ez a teljesen kiszolgáltatott helyet, és hogy a próbatáblán láttam előre. És voltam a kapcsolatban, hogy még kedvelen olvasok próbát, voltak a dolgok, hogy jegyzem. El az állásomat. Tivoli Színháznak voltam a tagja, és a Tivoli Színházat megszüntették, nincs pénz a működtetésre, de szóval megpályáztatják, hogy mi lesz belőle, mulatkó, vagy pályázd meg, jó. Ha gyerek, ha rosszul, akkor most pályázok. És én is életet fogjuk kivel a szabadságtól kérlek. De biztos meg lehet. Nem szabad. Én akartam megfelelőtteni. Jé, hát én csinálom. Jé, nem mondjuk senki. Jaj, de jó, végre nem parancsol senki. És tudod, jó, hogy nem lesznek az embernek az italába a kint. Valakire nincs szó, te írj meg.
Én írja be, te jó Isten, és akkor nevel elkezdi a jó Isten, és akkor addig, míg megírja. De most a elvárni éve szabadítok én, 6. éve, mondjuk szabad, hogy rákényszerített a sors arra, hogy magam csinálja a dolgokat. És mivel olyan visszajelzések voltak, hogy hát megyek, hiszen miért nem lenne meg az ember mindenre képes? Jó, de te szár vagy, ne felejtsd el. Tehát, hogy borzasztóan sokat számít szerintem, hogy én alapvetően szeretnek azért, mert te vagy a szolgáló kata. Jó, hát a természetesen meg kell küzdeni, nem így gondolom, hogy ez adó dolog. Nem így érzem. Én kétségbeesés ember lettem ez a minden, ez egy valaki. Kellene változás, hogy fejedet, statisztálása, kárgót, hogy műtelve, bővés otthon. Társaságon meghívta, és akkor mondták, hogy na, mibe játszol? Kitárgóba. Az is egy a roxi? Nem. Három mondatot ott a börtönbe a szívét. Igen, szóval hát abban a pillanatban megfagyott körülöttem a résztől, hogy megint a hierarchia, hogy hát ha rendőrzetet játszik, akkor hát ez egy semmi. Akkor nem is olyan jó. Persze. Akkor a rámos évedet. Erre folyamatosan. És bőttem, bepattam a tévét, és alapugató a életemben millió rózsas állat. Az igazóból, itt Pesten. És akkor mondom a gyereknek, akkor a gyerek, te, neki szerepet adni, de hát, ha ez valami jelent, akkor oroszban, megvannak egy magyarul. Na most, hát így indult, hogy a millió rózsaszállat az es megírta, 13-tól átjárta, és akkor utána nekem csak kéne kilárányozva. Tehát, ami a kitudón történt, hogy a tavalás legyen annak idején, 18 éves koromban, hogy a zsűri nem engedett tovább, mert azt mondta Huszti, hogy a rázadat az őség jutott. Tehát már ez így volt. Igen. Úgy látjuk, hogy neki jó sznak kellett. Mm-hmm. Igen. És a közönség forszírozta ki ezt a dal, így lesz Patira, igen. És én a színházon kívül értem el ezt a fajta részszerűséget, ami miatt még külön be kellett húznom külön pont, amikor beléptem a színház kapuján, hogy bocsánatot kérek, hogy én kívül a nincs meg le, hogy én oda kívül. Nem, hogy dehogy meg. Ugye? Nekem ez most nyáron nagyatágon esett le, mert hát jó, hát jön a millió rózsaszál, én annyira nem vagyok oda értene, nem az én zenei ízlésem, jó, nem, ennyi. Jó, hát de ez az igazságot hozzá tartozik, én a Bartókot szeretem, ne haragudjatok rám. Na most, nagyatágon volt ez a műsorszám, volt egy ilyen színész Jambori nevű őrület, ahol műsort adtunk, és hát a Kata is műsort adott. Kata bejött, és a közönség egyszerűen bátyót rendben, és akkor mondott három mondat, és elkezdtek üvölteni, millió rózsaszál, millió rózsaszál. És kész, szóval volt, aki pár ezzel ennyire nem szembesültem, mert hát mikor megyek én egy ilyen koncertre? De nem az én világom, hát bocsánatot kérek, de ott álltam, és azt mondtam, hogy szóval ez a népszerűség, igen. Ez jó, igen. De van egy másik oldalra is szólt, tegnap a közérbe. Ott is nekem minden is kell egyébként, közérbe is. Meg a millió rúzat hagyja, de a már, igaz, a tett város. Az a nyuszi bú... A nyuszi nem hívják, nem a kivilágotok, 140 centi alatt. Ja, világot. És érteket? És érteket, hogy... Nem. Én úgy értelem, hogy ne arra, hogy látom.
hogy kifesse neki. Szóval, sorak hosszú sor előtt, mögöttem sorak előtt. Azt mondja, fölnézi. Maga! Igen. Hát a gyerekem kedve, igen, a tetszere a kizérzik. Tudja, hogy az a nyuszi buti nagyon jó, mögöttem sok. Igen, a lehet, addig nem, amíg elének. Kapcsolataik irány, amikor föltesznél, akkor annyira lenni szemet sorolni.
Tehát is akkor annyira örültem volna, hát a grizzly, hát persze. Na, hogy én vagyok a nagy vérengző grizzly medve. Szerepálmok. Kati jön, mert szegény Katit eljönt. Igen, nyugodtkozom. Na jó, de nehogy azt mondja a nagy medve, mert én is csak a szeretettel jártam, amit kétszer kapok. Én voltam kutya, macska, holló. Tényleg? Én úgy voltam a jó helyzetben. És hát, de még vidéken jártottam sokszor, sőt, mondják. Nincs, nem volt sohasem szerepálom, nekem minden volt. És amikor kicsi szerepet kaptam, akkor azt szerettem, nem tudom, hogy ott akkor. Akkor te egy boldog ember vagy. Nem, de attól nem... De megnyilvánulod az alatt, hogy ez most nekem azért jó. Nem, valószínűleg nem vagyok ideig. Szóval, hogy nem, szóval életemnek nem ez a fő dolga, hogy mennyik, aki annyira dühösnek hívja? A dühös színész, annyi megfogadom ezzel az, aki meg van halva a mennyi, annyi nem adott. Szóval azért mondom, hogy nem az, hogy nem az szülés nem vagy, hogy nem vagy a szülés, hanem a szülös nem van. Nem, és sokkal fontosabbnak tartottam, mint a magánéletemet, mint a színházat. Tehát mindig mellék, szóval mellék. Mennyivel többet nem tudtam? Hát nem tudom, hogy nem voltak a dolgokra. Nem is lettem hívatlan minden, de lehet, hogy nem is vagyok bajó, vagy nincs is tehetséges, mert ez is nincs semmi baj. Mert elhagyom, csak így jött ki a lépés, és meg is történt. Valószínűleg az ember, mert az életemet és félemet a színházat. És most mi lesz a modernben, hogy a korszerűen? Nem, kemény. Ez kemény. Hát azért kemény. Igen, de ha... Ez nem magántás maradt, nem volt? Hát nem egyébként, mert hát például most éppen állami pénztől, hát végül is egy darabra szerződtetett társulat, de hát nem magánpénztől van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy magánpénztől. De olyan színház nincs a világon, amelyik magánpénztől működik. Tehát mindenket államra ilyen olyan módon gondolálnak a gondolék is. Hát így. De a tekerelés nem voltam létre, és nem is egyedül vagyok, hiszen az inkulatóriumi tagok, és valószínűleg azért is jelentve ez, mert a... Ezt el kell mondani, hogy az én férjem, én 17 éves koromban ismertem meg, és mint amatőr színjátszóként kerültem hozzá, tehát hogy Kelet István meghalt már. És később ő mindig gyerekekkel foglalkozott, nem kicsi gyerekekkel, hanem középiskolásokkal is egyetemben is. Igen. Hát ő fogalom volt a szakmában. Igen. Előtt a különbözőt a különbözőt a gyerekfőjátékos főállom. Előtt a főjátékos főállom. Sőt, fődíjat. Mint a kérdéken, amúgy a szélnél, és aztán a színházban, majd később az a legjobb. És egy pár szabadosan itt van, és Anna Mária, Juhász Ferenc a Új Színház mostani gazdasági igazgatója, és Gömbölyi István, aki szintén aranyelnök színházas volt. Mi gondoltuk azt, hogy az ő nevére csinálunk egy kis az ő emlékére egy alapítványt. És valószínűleg, sőt egészen biztos, hogy azért ezek az állami fórumok, a nemzeti kulturális alapítványt az ő nevére adták meg a pénzt. Úgyhogy az ő szellemében akarunk. És hát akik játszanak nagy többséget, akkor szóval eljártunk a gimnáziumot kirendelték. Olyan romadik ügyeletet alattak csinálnak a Szatátúrnak a szerencsében, a Sörösszágban, hogy szájjal menve a hűnk, és kombinációs előadások voltak. Jobban, hogy sokszor, mint az állami színházban, nem volt az amatőr, sőt. Hát, mert az amatőr az... Értem, hogy nem jól alatt. Fantasztikus. Szerencsére is játszik. Igen? Nem éreztem. Fantasztikus. Igen.
akartam lenni, az Istennek nem jön ötek. Nem adják ide. Pedig elmentem Párizsba, tehát amikor Párizsban voltam, tehát nem azért mentem én Párizsba, csak amikor Párizsban voltam, akkor voltam olyan a szobrot, és mi gyújtottam gyertőt, hogy adják. Nem akarja, hát figyelj, mi lehet. Hát még, nem, hogy nem, még harrasok egy kicsit, egy kis tűnyös talán. Német. Tehát a német az a gyártok, ez a német színház. Igen? Kizárólag? Hát vagy magyarokat németül, vagy német darabokat, tehát igazából arra még kettődem is nem volt. Hogy... erről lesz meg elég. Örül. Kata? Hát amire vágyom, azt megírom. Aha. De olyan nem volt, még hogy valaki megírta valamit, amit nem tudom. De igen, de azt elején kaptam. De egy-két ilyen dolog volt, dehogy nem. Például, amit imádtam az Évészeti Kötén, amit négyszer játszottam be, négy különböző színházba, Veszprémbe, Józsefvárosiba, ez a tévében, ez az Fölvesz a tévé és a mikroszkópon. De a mikroszkópon már úgy, hogy annak a paródiáját kellett nekem megint, mert az ötig játszottam szinte egy az egyben, ilyen rendben is. Ha olyan oda van, hogy ami látod, ami szeret volt, amikor a különbség kellene, nem kell, és akkor a Népszínház fóriumán anyukám rendezésével megcsinálhattuk. A Miszai István találta ki, hogy ezt játszom. És hirtelen megkaptam ezt az államszerepet. Aztán szerettem a Zsuzsanna és a Vénekert. Igen, a Tramlitát. A Hegedűs Géza bácsi írt egy gyönyörű verses dráma, amit rádiójátékban Romján játszott, és aztán átjött ki, és moderátulált. Azt rákutták az olyan színház. És egyszerűen igazából az volt még ilyen, amit volt egy-két a sárga telefon, vagy Léci, dráma, egy kis rám írt a Léci a szerepe. Mi volt még? Nem, amit úgy Dunakanyag. Igen, de az is olyan szerepről. Az nem olyan, amit valaki rám írt volna. Csak mondom, amit nagyon szerettem volna mindig Molnárt játszani, Molnár Ferenc szerepeket. Igen. Nem jött össze, és akkor utáni a hőzeg egy másik dimenzióban, és itt már régen fotót fölöttünk, nem érjük már, mert hogyha a fehér borszal... Jó, én tartozom egy dologgal, amit így a Kata Bető, meg Molnár Ferenc. Én mindig szerettem volna a Molnár Ferenc filmba eljátszani a Marikát, így aztán megkaptam a Judikát, de az is fantasztikusan jó lett, úgyhogy, sőt, hát valójában minél az egy más szerep. Úgyhogy az azért megvolt, tehát egy álom azért teljesít. Ja, és milyen álmod van, amit mondom, a Molnár Ferenc nem szerettem volna, volt az a lehetőség, hogy írjak egy darabot. Ezt a vajon szaladat itt. Egy szab be az Énes Oktibrába jelenik meg. És akkor eszembe jutott a testőr, és annak meg tehát végigolvastam a Molnár darabokat, és teljesen az ő szellemével, tehát megnézte a Molnár Ferencnek mind a két unokája a darabot, és mondták, hogy igen. Nagypapa azt mondaná, hogy igen, fiam, ezt jól folytattad. Mert tényleg az ő hangvételét viszem végig a darabon, tehát itt a nőöltözik fel, figurában visszahoz is a férfi. Ez volt az életkapcsolás. Aztán a Sziszire olyan nagyon vágytam, hogy igen, és előtte már megkérdezte a férje a sorozatosságára, akkor kint a kastélyban nem azt hiszem, hogy Isten milyen szép a kilátás, hanem üvöltve zokogtam, hogy nem én nem játszhatom én a Sziszit, és akkor annyira észrel mondod a Sziszit, mit gondolt és mit érte. És négy, nem játszom a Sziszit. Akkor jött ez a négyszédesőféle ötlet, hogy a Sziszi verseket nekem ajándékozta, akkor arra zenét írtunk, és így szedett meg a Sziszi Tini Musical, ami most már németül is hallítás akkor a rá. Szóval mondom, hogy az álmok
tényleg az a gond, hogy ilyen elvizetni lenne, mert igen, a kapit tettem a lehetem át, ami és rám is osztották az operetben, kettősben, csak aki elsőben volt, az elintézte, hogy ne legyen kettő szereposztás, és így aztán én nem kaptam meg. Nem osztottak volna. Nem osztottam. Nem, és akkor így a szervit nem jártok el. Viszont a viszontokon meg kitalált a Selmeci TV, hogy játszom el a kabarénak, megértem a paródiáját, de végig a számokat, ilyen abban a szerelésben, írja már a dalokat, írja már a helyzeteket, és akkor játszom a szervit, a helyzetet, a konferenciát. Ez is ilyen álmodszerelés. De tulajdonképpen annak is ott lehet, hogy szabadító, és hogy sok oldal. Mert hogyha te egy színház tagja vagy, ott csak azt csinálhatod, amit csinálhatsz, tehát amit neked megszabnak egy mindenjobb partiát, vagy egy kizilés. Hogy mennyire igaz, hogy előszintendő itt a szabadítói státus, hogy jött az osztály Marika nézni a, nem is tudom, opera paródiákat, hogy olyan jött nézni, és utána mondta, hogy tudod, hogy ne hogy neked milyen igazadban, hogy ne tudták, hogy ott mindenki ülölköd, és van a semmi, amikor te ott voltál, a semmi, most már rettenedes, most már nem, hogy vérre megy, hanem már halálra megy. Szóval érted, hogy milyen harc folyik, milyen ölköd folyik. Úgyhogy ettől a fecsejében megtakadjuk. Tehát ilyen valami. Tehát ilyen fajta igen, és hadd mondjam az itt mentségére a helyzetet. Amikor egy olyan helyzetben színházi hierarchia áll fel, amikor operettekben bizonyos szerepkörök vannak. Van egy darab primadonna, egy darab szubrett, és itt a komika, de hát azt mondjuk elegetünk. Van két bemutató egy évben. És van négy színész. Van négy színész, és van két szerep, amiért, hogyha mondjuk van 20 primadonna és van 20 szubrett. Na most, ha én is szubrett, nem valamilyen nem hozom abban úgy előtérbe, hogy milyen módon, hogy a többi 19-et vagy valamilyen más testhelyzetbe kerülök, hogy a rendező engem rakjon elsőtelt. Akkor nem én kapom a premiért, nem én kapom a sajtót, nem én kapom a tévét, és nem rólam derül, hogy én milyen zenű vagyok. Mert aki másod-harmad szerepoztás, arra már mindez egy irányú. Tehát azt mondja, ja, másod, alattal, az emléletes. Tehát rá kényszeríti a helyzet az embereket arra, hogy egymást mérják ki, különben nem ő kerül előtérbe. Tehát nem nem rossz ennek a szervere a helyzetet. Hát is érdekel. Igen. Tehát például a Valamos meg a Leholszki, hát ez nem a pedig illetnek kérem itt az orruk előtt. Ami mondjuk aranyos, hogy a Leholszki Gyilvet játszottuk, és a Leholszkinak föl kellett sétálni, és hagylakot javogatni. És akkor a galambos elintézt fel a kertén, ahol kapja minden átállammal, hogy tízfal. Hogy hízza, mert olyan sovány, akkor nem sovány volt. És akkor, tehát akkor állandóan ment a harc, hogy akkor most ez a műzikelbe a Leoszki játsza, vagy a galambos játsza a főszerepet. És aztán galambos elintézt a Leoszki kérdezte, hogy miért van. Hogy most akkor, hát mert volt a most meg a legjobb barátnőszer, most egyik színház, másik színház, tehát nincs valami közös ügy, ahol veszélyen nélkülni, miért álljanak jóba. Kiderült, hogy ez is egy aranyos csaj, ez is egy aranyos csaj, hát akkor viseli baj, csak hát ott van a szerep, amiért ütközni kell. Tehát nem lenne senkinek egy gyűlölködés, ha nem lennének rákényszerítve. Te kabarékat is csinálsz, legalábbis én láttam egyet, amikor a kabaréket is csinálsz. Az hogy szokták?
A tudom, miért kérdezem, mert a Magyarország valahogy ezt a műfajta tudták. Tehát ha mindig, hogy a kavajban a hopi, nem tudom, kik tudnak ezt a sorozatba, az többnyire férfiakhoz fűződik, nem? Szarsó szállóan egy beszélésítésre. De akkor... Hát azért jöttem ide, hogy mindenki tudom, miért csinálni. Kezdtem ezt a kabarét, ő meg a szervezet találták ki, hogy igen, most itt van ez a nő, akkor most ennek a FA ismerik úgy, mint Millió Róza, meg Ágybeli, meg a mosikoknyában, meg fehér ruhában, meg itt a nő van, meg ismerik Szugeszki. Most fordítottuk a humot, tudod? Tehát, hogy akkor én jobb voltam, hogy ezt velem csináltatni, mert boldog voltam, hogy az Árus asszonytól kezdve, aki itt a nagy darab, meg a szigorú pártfunkcionárius nőtök, ezek 18-ére karakter figurát játszhattam el, egy évben, tudod? Szóval ez nagyon jó úgy bemenni, hogy sokféle arc, tehát Szentdobától kezdve mindenféle a skála minden színét viselhettem, és csak annak köszönhetem, hogy ők azt mondták, hogy akkor itt ez az ő, most egy hatmányció, hogy ez van, és ezzel most mindent csináltak, hogy dolgozik a nyelven, úgyhogy oda nyaptam egy hónapban, és hogy Covid játszható. Szóval mindig nem én találom a dolgokat. Mindig jön valaki, azt mondja, hogy akkor te most ezt csinálod, és akkor ez valami tiltakozom, hogy én azt nem tudom csinálni, és akkor azt mondja, hogy de, hogy ezt kell. Hát laha kell, hogy már. Akkor csináltam. De érzel is magadnak egy ilyen Nem, egyet többet, de hogy mire gondolsz? De hogy nem csak azért, mert inspiráltak mások is az vagy akárki, hanem hogy magadtól is volt ilyen. Maga. Semmi. Mindig valaki valamit mondott. Magam? Jó. De hát ha szemben akartam, azt a csalt, a szemben akartam, írd meg magadnak. Fizetni senkit azért, hogy neked millió. Neked sem fizetni, az egy másik dolog. De azt mondta, hogy írjad meg. Akkor én kabarészám. Mi? Kabaré. És nem írtad. Igen, bosszottás. Igen, már megbosszottás. Ja, bosszottás. Igen. A bosszottás az egy magánszám volt, az egész nem bosszottánság ügy. A nem tudom, ami volt a címe. Akkor én sepsi jöjjek be, mert a jó részből sepsi bejön. Feketébe is akkor sejtetes pénzt ad, és akkor jó sor. Akkor elkezdtem kínlódni, hogy hát, hogy már lehet most. Akkor sok. Két perc, hogy él legyenek, fél perc, akkor én is jöttem. És a tapsol, akkor is a 7 percbe belekértél, rendszeres volt. Jó volt, de én is kínáltam, mindent jártam. Kérem szépen, összekillottam a dolgot, megírtam, aztán mindenképp tettem belőle, de több százszor játszottuk, és aztán kinőttem meg ez a botorkány dolog közé, meg lemezé, meg önálló. Nem akart jósolni. Nem, a jóság az olyan dolog, hogy játszani lehet, de valójában az nagyon komoly. Azt hittem, hogy egy kicsit rá lesz. Ez így szervezett az egész botorkány imázs. Ők az imázsak. Igen, ők. De ne szeretem. És nagyon szeretik az emberek. És most olyan is a közeg, hogy vidámság kell, humor kell. És ezzel a boci dologgal, ami nem botorkány, nem boszorkány, tehát a dolog lényege. Erre most igény van, hogy ti és egyébként egy ilyen sószerű, erre gondolsz fel a só dologra. Most már 6. Amit csinálni fogok, én a holnap. Hát már 5-re, ugye? A boszorkány só. Olyan. 650. Igen. Élelmetes. Igen. Hol? Rákkerül. Budapesten ezt hol lehet? Hát már csak, hogy itt a reklám helye
látjuk. Szeretnénk látni nyilván másokat. Ezt a Bosi szót. Például. Hát tervezzük, hogy jövőre, amikor 25 éves leszek, ugye, a szakmában természetesen, akkor valahol csinálunk egy ilyen 25 éves koncertet, igen, amiben hát benne lesz a múltam, és többet között ez a fotózásáig. Aha, volt, azt nem De egyébként minden fotózásáig működik ez a dolog. Csináltam belőle egy interjúzatot a Fisztérében, ahol az egész életben a rosszat jónak fordítanod, tehát minden rosszból a jót látom meg, és azt mutatom az embereknek. Arról szól a sorozat, hogy én híres embereket kérdezek arról, hogy a mélypontokról milyen eszközökkel tudtak kijönni. Uh-huh. És ezzel segítek recepteket adni az életre, a túlélésre. Magam is ezzel tapasztalom, mire kellene ezek a tanácsok. Tanács, hanem interjú, meg jó okasságon arra, bírják jól fogalmazzak, hangzik el, sószal, ebben is van bosszisság, és a dolog lényege, hogy végül is bármilyen drámai dologról van szó, jóra fordul, mert az embernek a gondolkodás módjában, ha változtatunk, akkor változik az élete, tehát ha pozitívan kezdte hozzá, és a jót látja meg, akkor már nem is olyan fekete az a fekete. Na most ezt sugallom ezzel a sorozattal, éppen most vasárnap ezt a következő gyűjtadás felvétele, és itt is a dolognak a vége az, hogy hát ugye nem botorkással. Az lehet élni, túl lehet élni, igen. Nem botorkással ezt tudjuk. Hát azzal már itt tartunk, hogy mi lehet szerintel a Mihály helyzetben. Nem lehet tudni. Nem tudom, hogy milyen jól találkozom. Csak ilyet tudok mondani, mint amit a Kati, hogy ezen a mai színházi életen csak a szerelem segíthet. Szóval az ilyen megszállott emberek, mint aztán mi vagyunk, például most itt, akik akkor is elmennek, ha nincs gázi, mert azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha ott tetszene lenni, vagy tetszene együtt. Verset mondani, vagy egy jó szót, vagy valami, a lényeg kell önmagának nekem. Szóval amik van, hogy ember szerelemből összeállt és anyag, amik biztos, hogy élni fog a színvel. Mert meg a másik véglet az, amikor óriási milliókat, milliárdokat adnak egy produkcióra, tehát akikkel nem lehet versenyezni, nagy produkció, aztán vagy szalvon maradnak, vagy az a másik dolog, mert úgy is lehet nagyobbat bukni. De nem biztos, hogy az agyon reklámozott, agyon szponzorált produkciók életképesebbek, mint egy ilyen szerelemből létrehozott. És nem lehet, azt hiszem, nagyon sok mindent nem lehet másképp megmenteni most, csak szeretni. Az, hogy a gyerek kapjon színházat, ugye? Hát szerintem ez egy ország világot rázatában na mindegy, ezt nem tudom. Tehát, hogy ahelyett legyen valami, hogy ez a szerencsétlen kapjon valamiféle lelki táplálékot és kultúrát, hogy általában aki vagy hozzá van szokva, azt kapjon kultúrát, mert ugye nem csak kenyérrel ér az ember, igével is, csak színházat az igéhez tartozik. Tehát, hogy legyen. Ez a most itt féltegen, de bátran is jelentem, hogy ne legyünk olyan taprók, mint a népeket. Miért ez miért ilyen? Hát mert ott nincs. De. Tehát ott az a, nem csak gyerekszínházni, hát az is kevés van. Van. Mondjuk igazából Ausztriában voltam most tehát mint gyerekszínház Ausztriában voltam, de mint ember Németországban voltam. Vagy ha van, kevés van. Kultúra, amit az átkozott szociális nyújtott, és az a tudás anyag, amit mi kaptunk,
minden hibája ellenére, mert nem vagyok értük oda. Az hiányzik, és hogy a jövő generációjának meglegyen, és hogy legyen azoknak, akik kaptak egy ideig, de most már nem kapnak. Hát ez miért fontos? Hát azt hiszem, hogy ez talán záró a én úgy tudom, amikor te akartam. Igen? Én akartam? Ilyen felelőtlen ígéretet. Tehát én akartam is tenni ilyen ígéretet, de egy már van, hogy akkor ezt fel lehet használni, mert hogy itt van. Nem jön össze a... De te valami ezt mondtál. Most nem akarsz, hogy... Igen, annak... Nem tudom, mondjál valami. Mi belül közöttünk. Ehhez még muszáj egy kicsit mesélnem, hogy én ezt miért hoztam. Jó. A nyáron voltam egy hónapig Németországban, egy nyelvtanfolyamon. Életem egyik legnagyobb élménye volt. 150 ember volt, minden tájáról, ezeknek kétharmad a 20 éves, a többi az vegyes. Hú, intelligens banda. Na most, volt ilyen, volt kellett, ilyen kultúrás, kellett, és hát én gondoltam, hogy ha már ugye itt vagyok, mindenki mondta, hát ó, hát persze van nekünk színésznők majd az, hát mondom, jó, de hát aztán még énekeljek. Először úgy gondoltam, hogy hát majd valami németul, valami Brechtet, vagy valami ilyesmit. Mit fogok én itt Brechtet, hát ne, a kutya nem tud németül ráadásul, hogy ez egy nyelvtanfolyam. Brechtet élvezni németül, hát szóval meg a Welt azért ahhoz kell egy más közeget. Na mi a radai rossz sebet énekeljek? Na mindegy, elénekeltem ezt a dalt, amit mostam majd megpróbálok. Amely dalt én 100 évvel ezelőtt kaptam a Garai tanárútól, és aztán utána bejött divatba. Na most még hozzá kell tennem azt, hogy ennek a dalnak a köszönhetően egy hónapig csak én is élvezhettem azt, hogy ilyen népszerűség. Mert én bárkivel mentem, ez a német van, és bárkivel találkoztam a szokat, ők értem barátkozni. Tehát semmiféle gondom nem volt az, hogy én hogyan köszönhet kapcsolatokat, mert egyszerűen jöttek hozzám a kapcsolatok. Kellene nem volt olyan közében, úgyhogy nem tudom, hogy megtalálom. Nem kell ide mikrofon, nem kell, aki hallja, hallja, aki hallja. Jó, jó. Senki nem magát.
a jó barátokról van szó. Tényleg megkezdődik egy komoly baráti kapcsolat, úgyhogy ilyen teljesen őszintén énekelhetjük. Én csak itt a verzét előre, aztán énekelj jó barátok. Jó? Jó. Nem örülök, hogy eljöttek, hiszen a Szerelmem Színház mai vendégeit mutathatom majd be, pontosabban majd mutatja a Szenyei Mária, aki ennek az esnek a háziasszonya és beszélgető társa, de előtte Döme Sándor, a színész szakszemőrendelnöke mondan a pár szót. Én tartalmas és jó szórakozást kívánok, és hát akkor találkozom továbbiakban. Szeretettel üdvözlök minden jelenlévőt, és ma délelőtt ebben a teremben volt egy elnökségi ülésünk, és miután itt 6 művész szakszervezet lakik ebben a házban,
képzőművészek, listák, filmek, képzőművók. A visszaszervezetünk, hát kiadtottak egy kis pénzt, az előadó hang- és képkazetták után. Ebből a pénzből közösségi támogatásra, szakmai támogatásra tudunk egy szerény összeget fordítani. Ebből az összegből a Rátkai Márton Klub kap többek között erre a sorozatra is egy kis pénzt. És az elnökségből a Pécsi Ildikó, Galambos Erzsi, akik itt voltak, megkértek, hogy sok szeretettel köszöntsem a mai este szereplőit és vendégeit, és jelentsen be azt a pénzt, hogy ezt a sorozatot a továbbiakban is szeretnénk támogatni. Megmondom, hogy nagyon szívesen jöttem, mert Fejér Anna többek között az általam ilyen, hogy a tisztelt a doktor és a Kucsi Sanyi is tartom őket. Hát kislány tőle volt a most ő egy magyar, és nagyon azért, mert vállalja a közösségért is azt a munkát, amit azon túl, amit a színpadon filmen csinál. Nem akarom megbántani a többi nőt, de egy okos színésznőnek tartok. Majd meglátják, hogyha kérdeznek tőle valamit, hogy arra, hogy válaszol. Megfontoltam szakmáért, felelősséggel, egy nagyon klassz ember. Én kívánom, hogy érezzék jól magukat, és jöjjenek minél többször, minél többen el erre a sorozatra, a különböző rendezvényekre. Kívánok! Jó estét! Köszönöm! Szeretném bemutatni a vendégeimet, ifjú Muti Sándor, Rakos Éva szinkronrendező, nem szinkronrendezőnek készültem, hanem színházi rendezőnek. És még annak idején kerültem a Színházi Filmművészeti Főiskolára úgy, hogy én a Hatánkéte Tudományegyetemre jártam, és akkor átadul rendezői szakra, mert addig nem is volt rendező. Ez volt az első év, és lehetetlenítettem. És akkor ketten az egyetemről Katona Ferenc és én, a Kulcsi Színház igazgatója lett, elmentünk és felvételiztünk, és mind a tettőket felvettek. És el is végeztük, de akkor rettenetes nagy szenzáció volt ez a rendezői szak, mert akkor indult ez. Magyarországon 400-an jelentkeztek, 400, rengetegen fölvettek, vagy 40-et, és akkor végeztünk, vagy 4-5-en, szóval 40 volt. És rögtön színházhoz kerültem, és 3 évig voltam színháznál, és nagyon szerettem, hogy a színház volt, tehát a Miklással rendeztem, hogy egészén a prózai, magyar állami operáznak lett a főrendezője, és én nekem egyszer csak behívattak a minisztériumba, és azt mondták, hogy most választhatok, hogy vagy elmegyek Szolnokra főrendezőnek, vagy van itt egy nagyon nagy feladat, a szinkrongyártást kellene megindítani, mert hát a szovjet filmekhez nem igen mennek, de ha magyarul beszélne, akkor az nagyon sokat jelentene, és ez most egy feladat. Hát én nagyon csodálkoztam, mert én soha életemben se pártak, se semmi nem voltam, még volt tényleg, és ma sem tudom a választ. De lehet, hogy azt hiszem, hogy és így a szinkront választottam, amit nagyon rövidesen nagyon megszerettem. Akkor olyan kezdetben találkozott a szinkronhoz. Nem volt technikája. De annak el sem tudod képzelni, hogy az milyen volt, mert te már ezt az új technikát, amit tulajdonképpen párral indítottunk el. Mert az olyan volt, hogy így ment a film,
és itt alatta elejtett irányba ment a szöveg, amit a színésznek olvasni kellett, hogy elmondjak, de többen hány ingert kaptak meg haza, mert ez a rettenetes megpróbáltatás volt a szinkronizálás. Csak erre kellett egy technikát kitalálni, és egyáltalán megalakítani a magyar ingert, magyar szinkronizálást. Aztán nagyon belejöttem, szerettem, kisfiú lesz. Szóval olyan nagyon fiú gyerek voltam, és kislánykorom is ugye mélyebb tónusú volt a hangom, és akkor az óvodások műsorában kerestek szereplőket is, hogy egy nagyon, nagyon ambiciózus volt újságíró nő tanárnőnk. És osztályon kapcsolat a révén, hogy beválasztottak meg volt, mert hogy túl mély a hangom, akkor jöttek a visszaadóvás, mert a tanárnő állandóan őszállt, és ketten voltunk. Én egy ilyen kis nagyfejű, kis rövidhajú, kis fiús kislány voltam, és voltam a legjobb barátnőm, az Anna Mária. Én voltam az Anna, volt az Anna Mária. Anna Máriának gyönyörű hosszú fekete haja, nászál vékonyult, ilyen kis gyönyörű kislányka volt. Ekkora fekete szemekkel, és egy csengő kis hangja, és olyan kis tündérke volt. Hát mindig én voltam a második. Minden mindig ő nyert meg, és mindig én voltam a második. Elég jobban voltam kezérben bennem, mindig nagyon örülök, hogy mindig a második voltam. És aztán a gimnázium első évben ennyiből állt általános iskolás koromban, akkor leginkább szállodaigazgató akartam lenni. Nem tudom, hogy miért. Soha nem jártam szállodában, nem utazom. Nem tudom, miért akartam szállodaigazgató lenni. Vagy erdész, vagy oroszlánítom már. Ez a három volt. De nem tudom, hogy elsős voltam a gimnázium. Én beírtam a Műszaki Egyetemnek egy ilyen amatőr csoportja, keresnek, akkor őke volt a olyan is, hogy lehetett látni, hogy na azért ebből inkább nő lesz, hogy tavaly úgy érte, csak megéri. Én egy ilyen fiatal lány, és nincs a kedved. Hát mondom, van, nekem akkor az egész életemt a sport döntött el, én bíztam a központi sportiskolában, és csak azzal foglalkoztam. Megszállottam, bíztam, nagyon szerettem. És akkor elmentem oda a Műszaki Egyetemre, olyan hatalmas épület, olyan üzegem, hogy mit keresek a Műszaki Egyetemen. Körülbelül tartott két hétig vagy három hétig, és onnantól kezdve nem is volt kérdés, hogy én színésznő leszek. Én ott nőttem fel, én a világlátásomnak, talán a műségemnek, mindennek a gyökerét, alapját ott kaptam. Big Man Alfredtól és társaságnak Cigány Judit, ottani előző, ez az Kénének az utolsó időszaka volt igazán már, ezzel nem is volt olyan színész, hogy az iskola sport előtt az a volt a szerdán szombaton ezt kérde. És akkor felvétel, mindenki mondta, hogy is felvesznek. És akkor elmentem a felvételére, mondtam a négy sort, elmondanám, hogy mit mondtam. Hát, jó, hátam egy farmernadárba, egy fekete kis ingbe, talán tornacipőbe, szóval olyan tinédzeresen úgy álltam, és akkor azt mondta Simon, hogy Anna, mondja valamit. Édesanyám, nem perdül a rokka, olyan szakadós ma a szál. Vágy nehezül rá, mert a sudás szép aprodik életete. Szerető kell ma neked. Mondtam, amúgy 18 évesen, nem hiszem, hogy úgy mondtam, hogy akár nem nagyon sok mindent tudhattam mindarról, amit mondtam, de elmondtam, tovább engedtek, a másodikon is simán tovább engedtek, és ott is ugyanezt mondtam. Igen, ott is ugyanezt mondtam, és ideig hagytam, csak már minden, igen, akkor mindenki ezt mondta, hogy hát ez ott is csak, nem is tudom, hogy tanítanak, de mindenki annyira mondta, hogy téged fölvesznek. Dániel Szép, forgás, fehér, Dániel, elvileztem fehér. Nem téreztették el, de nevemet nem olvasták. És akkor ezt nagyon nehezen fogtam fel, hogy nem olvasták a nevemet. És akkor nagyon megijedtem, nem mondottam, hogy felvesznek. Olyan készületlennek éreztem magam, és nem is tudtam, hogy kell egy ilyen főiskolára, egy művészképzőbe készülni. És akkor nem vettek fel a vállam, amikor kiestem. És akkor elmentem másodszorra,
akkor már nagyon izgultam. Mert akkor már nagyon sok mindent csináltam egy év alatt, voltam modell, festettem egy köcsöntőnek babákat, tolmácsoltam egy külkereskedelmi vállalatnál, dolgoztam könyvtárban, sok mindent csináltam, mert mindent, amit azt mondták, hogy nem mehetek szerben, az kényébe. Csokkolom, itt se vagyok. Úgyhogy nem, minden munkahelyet ott hagytam, hogyha az amatőrségem volt a szentség, vagy az a csapat, vagy az a család, ahova ott tartoztam. És akkor, mikor másodszor elmentem, és tudtam, hogy 5 percen múlik, amire igazán nem tudok készülni, mert azon múlik, hogy én most tetszik, ami hát van benne sok minden megfogalmazható, de mégis van benne valami, ami maga a művész. Vagy az, hogy ki valaki milyen hatásán. Nagyon féltem, rettenetesen féltem, és amikor túl voltam a harmadikosnál másodszor, akkor annyira feszültem az oldalról, és csak mentem, mint az őrült, mentem az asztóriaterét. Az egyik negyedéves srác, a Kocsmáros Gyuri, ő megkérdezte, hogy ki az előttek, hát ők majd a jobban voltak a tanárokkal, hogy na az Anna, és akkor hallom, hogy valaki lopod utána, hogy Anna, állj már meg! És valahol az utolért majdnem az asztóriaterét, hogy fölvettek. Nem éreztem semmit. Csak majdnem egy-két napig nem is tudtam örülni, csak olyan üres, olyan döbbenet üresség olyan, hogy na, akkor nem kell várni még egy évig. Akkor tényleg se került. Hát itt került el a főiskolára. Sanyi? Hát... a családi hagyomány, gondolom. Én ebben születtem. Színész családban nőttem fel. Én 45 éve vagyok színpadon, mert 3,5 hónapos koromban toltak be először a színpadra. Én azóta ott vagyok. Főiskolára nem jártam, mert... szóval 3,5 hónapos koromban hívtam a... győztem furcsa meg a Vasztik Szabot és ezt a milliót. És nekem ez olyan természetes, hogy olyan színpadra kerül. Te Kaposvárhoz kezdted a pályádat, ugye? Igen, hát amikor elindult a legenda, a Komor István nevű fantasztikus igazgató, az ott az egyetlen olyan igazgató, aki azt mondta, hogy ő inkább nem rendez, hanem tehetségeket vesz maga mellé. Ez volt a Zsárdégyi Gábor, az Aser Tamás, Babarczi László, ezeket vette maga mellé, és ő inkább nem rendezett, ő inkább igazgatott. Nagyon jó. Amikor én leszerződtem a Kaposvári Színházba, ahol a keresztapám volt a gazdasági igazgató, azt mondta, hogy... ez most protekció. Protekciót jelentett nagyon. Azt mondta a Komor Pista, hogy Sanyi, 1600 forintot tudok adni, de mihez is tudok emelek. Aláírtam. Tessék? És másnap vár egy ismert próbálnál, hogy felemelték a fizetésemet 1650-ig, mert mi ebben? Nagyon jó. Hát akkor nagyon jó volt az indulásod. Az indulásom jó volt, aztán megtartam. Szerintetek ma, amikor ilyen bonyolult lett a világ, tehát gyakorlatilag a piac határozza meg a színház is, tehát a pénz is meghatározza, nem megy ez a hivatás vagy művészet továbbára? Anna, Éva, azt gondoljátok, nekem tetszik ez. Hát én úgy tapasztalom, hogy bizonyosodik feltétlenül megy. Én azon tudom lenni leginkább, amilyen állapotban hozzám a színészek kerülnek. Ez dolgozni. Ez pontosan azt jelenti, hogy régebben az úgy volt, hogyha valaki kapott egy nagy filmnek a főszerepét. Hát mondjuk olyan jelentőségű filmről beszélek, mint amilyen volt a Cefirelli Rómeó és Júliája. Hát ugye ott valaki kapott egy főszerepet, amiért az egyet fölkelt, és azért tett föl, mert tudta, hogy ezt a nagy szerepet meg kell csinálni, a szinkronizálni-e. És akkor oda jött hozzám, és szépen nyitottan csináltuk. Akkor este játszott esetleg, vagy nem tudom, hogy ilyen próbált. Szóval nyugodt emberek tudunk, hogy ezeket érdekeljükat szeretik. A legjobb hozzá, hogy jaj, nagyon kérlek, mert még el kell mennem oda, mert azért a kazakai befolyásolja a szívek életét is,
és ezzel kapcsolatban természetesen a rendezőkét, az operatőrökét, a dramaturgokét, tehát mindazokét, akik összefüggésben vannak ezzel a művészi szakmával, hogy egy hajsza az életük azért, hogy megélhetésük olyan műből legyen, ahogy ez ugye elfogadható egy színésznek, aki nem járhat toprongyosan, akinek egy bizonyos fajta kulturális igénye van, civilizációs igénye van, társadalmi helyzete van. Hát én úgy hiszem, hogy nagyon befolyásolja. Nagyon befolyásolja a színház életét például az, hogy meg kellett emelni a jegyárakat olyan mértékben, hogy nagyon sok ember nem tudja megvenni, akik szenvedjén színházba járnak, és nem tudják megvenni a jegyüket, ezért nehéz a színházak élete, nem támogatják őket államilag, szponzorokat kell keresni. A szponzoroknak esetleg igényük van, beleszponzorban nem használ egyetlen sem. Tehát én úgy veszem észre, hogy befolyásolják az életünk szponzorja. Tegnap ülőművészeti koordinát az irodájában az iroda borítása az kb. 6-8 millió. Végül lehet nem volt cseresztény, hogy volt egy időre hozatták ezt az egész. És ők mert nekünk kevés hozzásolásra, hogy fontosnak tudják, hogy a kultúrát valamilyen módon. És ezért látok, hogy 6 millió részt megkérnek, és ezek egy kulturális titkárságot tartanak fönn. És próbálják ezeket segíteni gondjaikban, bajukban, ötleteikben, fénymásolástól kezdve szponzorok keresésének. És az a Kermán is ott tudta, Rancsó Miklós, Koltai Robi, és én fel a bocsánat, a Dorottya, Udvarodorok, és a Bereményi Géza, mi vagy és én vagyunk a tagjai, őket nem tudtak eljönni, és arról beszélgettünk, hogy ma ez az a színházi kultúra, amelynek az elmúlt években, ugye én csak a vége fele kerültem, mert akkor még ugye elég fiatal voltam, én nem igen éreztem azokat a határait. De ma nagyon pontosan láttam, hogy egy tollígben valami ellen sokkal könnyebb volt dolgozni, miközben egy nagyon jól tartott művészeti ág volt, mint minden más, amit akkor nem éreztünk megbecsülésnek, hanem természetesnek tettünk. De az egész kelet-európai színházi kultúra, hogy az oroszok, a lengyelek, a magyarok, nem véletlenül alakulhatott ki, mert nem volt gazdaságfüggő, mert a diktatúrának fontos volt, hogy felmutassa, hogy nekem van. A demokrácia pedig azt mondja, hogy tedd magad fontossá. Ennek minden torzulásával és egyebével együtt. Úgyhogy, hogy ma a színház másképpen működik, vagy az egész pályánk mennyire másképpen működik, erről szinte nem is tudom adni, mert eltévedettem, és kéne próbálom vele valamiféle állni, csinálni, és azok ugyanúgy nem, az egyébként felkészülve. A színház sehol a világon nem foglalkozás. Majd az edukációs gazdasági szféra még nem tesz arra, hogy az oktatás, még nem csak a színházról van szó, vagy a kultúráról, hanem azokról a kiművelt emberfők sokaságáról, akiknek fel kéne nőni ahhoz, hogy a kultúrát fontosnak tartsák. Tehát az iskoláknak kéne. Úgyhogy erről valószínűleg nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni. És ugye közben pedig az a fajta sznobéria is működött, általán sznobériának nevezett szemlélet, amelyben az előző évtizedekben mindaz, ami Nyugat-Európából vagy Amerikából szüremlett be, zenés színház, szórakoztató színház, az nem volt kultúra, az nem volt színház, az nem volt minőség, az nem lehetett minőség, és ebben mindjárt ebben nőttünk fel. Ma pedig ugye a színház tartsa el magát, legalábbis nagyobb részt próbálja eltartani magát, mindenki egyre fáradtabbhoz kezdik fel ennek színházba, akkor azt akarja, hogy ne a beleit vagdossák, vagy gondolkodni képesség, hanem szórakoztassák. A zenés műfaj Magyarországon nincsenek igazán olyan gyökerei, nem tudunk annyira táncolni, nem tudunk annyira énekelni, nem vagyunk olyan profik, mint nyugaton. A zenés műfaj egy nagyon pénzigényes műfaj, látvány kell, zenekar kell, technikai követelményei vannak, hogy az ember úgy szórakoztassa. Tehát az a műfaj, ami ma könnyebben elakható lenne, annak se igazán kultúrája, múltja nincs Magyarországon, olyan erőteljes, nem a zenész színháznak egyáltalán, nem a zenés vigyátékokról, hanem a musical műfajról beszélek. Ami viszont arra nincs pénz, tehát a szakmának is meg kell tanulni, és nagyon sok pénzbe kerül.
és az a színház, amely a lélegző, élő és olyan varázslatos, azt nem tudjuk miatt ugyanazt 500-szor eljátszani. Tehát is van meg kell valószínűleg verni. A színház egy ilyenfajta színház is lesz, hogy 100-szor kell ugyanúgy eljátszani. És hogyha 13 éve játszik valamit a halászukkal, akkor 13. évben baleseket szenved, akkor átveszik tőle valakinek. Ilyen 5 évvel ezelőtt elő nem fordulhatott volna. Nem vagyunk olyan fontosak, fontossá-e valahogy tenni magunkat, nem tudjuk mi sem, hogy fogunk. Én abszolút igazat adok a nálamban, ez így működik. Nem vagyunk kiképezve, mi arra voltunk kiképezve, hogy kihozhatok egy szerepet, tessék, játszál, a többi a mi dolgunk. Mondta a hivatal, a igazgatóság, a tanár, a szakszervezként, készkedtünk, tulajdonképpen úgynevezett szükségünket kellett adnunk ehhez a szakhoz. Most ugye megváltozott a világ, én ugyanért feltétlenül állok vele szemben, valószínűleg az én hívám, és én nem tudom, hogy hol vagyok. Én nem tudom ezt intézni. Valószínűleg ezt meg kell tanulni. Menedzseri irodák, ha úgy működnének a menedzseri irodák, ahogy működnének. Menedzseri irodák, az lehet, aminek piaca van. Hát például menedzserik az, hogy indul mondjuk 30 film, és akkor menedzserik a színészeket, ha filmszerepekre vagy kisebb filmszerepekre, kis filmgyártás. Igen. De csak úgy menedzserek, hogy oda hívnak, hogy tessék eljönni a filmszerepekre. Én a korosztályomnak kötelező Igen. De muszáj megtanulni, mert hogyha valamit létre akarunk hozni, most nem lehet bevárni. És az én nálam fiatalabb korosztály pedig már a legtöbbje nem is csak ez az élet. Tehát már nem úgy van, hogy mi színészekké váltunk, és akkor én életemet és véremet életem végéig a szakmáért, hanem ahogy ez a világon egyébként mindenütt van, nagyon keveseknek adatik meg az, hogy mondjuk a színészek egészét tekintve, vagy létszámát tekintve, hogy mindig mindenki csak abból tud megélni. Tehát, hogy ma valaki színészetből él, és holnap nem színészetből él, ez tulajdonképpen nem olyan tragikus, mint amilyen lehetetlen nekünk is még ez ma. Lehet, hogy ez egy másfajta szemléletnek az is igaz, hogy ez meg ugyanúgy, mint sok más helyen is, a szakma és a színházak eltartottak nagyon sok embert, akiknek közben nem azért nem dolgoztatták, mert sokan volt, vagy mert sokan voltunk, vagy mert senki nem akart vele dolgozni. De persze nagyon nehéz szembenézni, mert hol nekik bármelyikünk kerülhet ebből a helyzetbe. De ez akkor is így van. És ezt muszáj tudomásul venni. Sanyi, neked az életedben segített valamit az, hogy az édesapád is színész? Vagy hogy... Hát én életemben háromszor volt, hogy így megyek. Én valami fogjátosan. 10 éves koromban aztán... Hogyan? Hát... Kaposváron volt egy nagy orihaknél, latabárkában, apám, meg a szeletügyen, még hányan, de az a nagy orihaknél, nagy zenekar, mindennel. És ez meg volt szervezve, én akkor 10 éves voltam, profi módon meg volt szervezve, én be voltam tanítva, a következő történt. Egy üveg kisfiúval, bal 8-as páholyban megvilágítva. Az voltam én. És nézi az előadást, a műsor. A Szokolai Gottó bevitt az édesapám öltözőjébe, ahol már mindenki tudott mindent, hogy Sanyikán ez a kisfiú szeretett tőlem egy autogramot kérni. Találjuk, hogy sok szeretett a Nusi Sándor, én be voltam tanítva, és azt mondta, hogy érdekes, engem is így. Így találkoztál vele először, de szinte kísérteties módon most volt a Kecskeméti Színház 100 éves jubileum, ahol meghívtak. Kicsit korábban érkeztem, és nem egy ember volt a büfében, én tudtam, hogy cicikből.
fel még néztem, végig csak egy szak. Így vagyunk apámmal. Ennyit segített nekem apám, de valószínűleg a neve, a pedig menő bombivár volt világ életében, de most is aktív, még nyugdíjas korában az operetszínázban, biztos, hogy segített a pályánon, mert meghallották, hogy Mucsi Sándor, jaj, a kis Mucsi, akkor biztos, hogy közel van a színházhoz. Szóval valószínű. Nem éreztem a dolgot. Nem hiszem, hogy kérdeztem, biztos, hogy nem kellett érezned. Elég tehetséges vagyok, és hogy az apád. Köszönöm szépen. Most egy kicsit meghatódtam. Anna, az, hogy sztár lettél, ezt én tudom, hogy nem csak a szomszédoknak köszönheted, mert hogy már azért láttunk téged, ahogy elkezdtünk mindenféle filmekben. Színházban láttam, ez egyértelmű volt, de sokat segített a szomszédok, vagy vagy? Hát én készült velem egy tévéinterjú, és megkaptam utána, és az annyira visszacsengülő nevben mondott. Kérdezte az importáltan, hogy milyen sztárnak lenni? Milyen ültem, és azt mondta, milyen sztár vagyok. Magyarországon, vagy idehaza, nekünk az, hogy sztárság, ez, mondtam, ez nekem olyan más újságokban olvasott fogalmak kötődnek, vagy képek, vagy elképzelések. Az a népszerűség, amit a sorozat ad, azt nem adhatja meg semmi más. Az embereknek nagy része nem jár sajnos se a Rákai klubba, se színházba, hanem otthon ül és nézi a tévét. Ezért Magyarországon valaki ismerté és nagyon népszerűvé csak a tévé által válhat. Ez így van. Ez néha nehéz elviselni, mert a színház olyan jó lenne néha megmutatni, ami a színházban történik, hogy rábeszélni valakit arra, hogy nézze meg azt a stúdióban, vagy... De majdre inkább értem, hogy az emberek nagy része ezt nem teszi, nem teheti meg egyszerűen. Tehát a színház az egy sokkal szűkebb műfajává, még annál is, mint amilyen volt, de hát a tévével sehol a világon nem versenyezte. Ez a népszerűség, ez feladat, ehhez föl kell nőni, ez engem nagyon sokszor zavarba ejtett, ma már kevésbé. Nagyon sok örömet jelent, és nagyon sok meglepetést. Mert én addig soha nem tudtam volna elképzelni, hogy az emberek egy része azonosítja a szeretőt. Amikor a benzinkútnál közölték velem, hogy elég szégyen, hogy egy Ford autóval nem járok, mert ellopták egy hónapja, de hogy egy Ford autóval járok, miközben a nagyszüleim nyakán élek, hát akkor én egy kicsit szavarba jöttem, hogy ilyenkor mit kell erre válaszolni. De azóta már ott is elfogadom, hogy megértem, hogy az emberek egy részének én vagyok a munkája. Igen? De ez így van. Az emberek azokat a szereplőket, akiket láttak a tévében, egy időn túl családtagként kezelik, hiszen ezért várják vissza, ugyanúgy a saját problémáik volt. Néha persze sokkal gömbölyűbb, meg kicsit kozmetikázatabban, meg pozitívabb véggel, de ezt az emberek nagy része nagyon szereti, hogy ugye majd így oldódik meg. Ugye azért nagy baj van, de náluk is olyan nagy baj van, és hogyha osztódik a bajunk, akkor már kicsit könnyebb a terhe. És ettől mindenki, nagyon sok ember a rokonának tart. És hát ez azért rengeteg segítség a piacon, a bölcsődésnél, de a hivatalban is, és mindenhol. Úgyhogy nagyon jó érzés, el vagyok kényeztetve. Meg is érzem, mert kedves Éva, azt szeretném megkérdezni, hogy a szinkron, az tulajdonképpen mégis adott a dolog, már mint a film adott, az alakítások adottak. De ennek ellenére lehet-e egy magyar színésztől, tehát egy magyar hangtól jobb egy alakítás, mint a Vásznon, vagy rosszabb, vagy... Nekem az az érzésem, hogy elrontani lehet de nagyon, mert hát ez nagyon tulajdonképpen egy rettentő összetett dolog, hogy az ember jól rátaláljon a szereposztásra. A szereposztásra körülbelül el is dől egy szinkronizálásnak a sikere vagy sikertelensége. De hát ugye például hol lehet elrontani? Hát el lehet rontani például úgy, hogy mondjuk egy vígjátékot hozatot csinál, aki meg nem érez rá a stílusára, és elviszi valamerre, ami idegen az eredetitől.
Tehát lehet stílustévesztést csinálni, lehet nem eléggé vigyátékhoz, nem eléggé mulatságos szöveget írni, lehet egy rossz fordítással eltolni, és lehet egy rossz elfosztással elsősorban is alapvetően eltolni, hogy valahogyan nem talál rá valaki arra, hogy pontosan az legyen, és ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én szerintem javítani, tehát egy rossz filmből jó filmet csinálni, az nem működik. Az lehet, hogy egyenlő nívóban, tehát mondjuk, hogy kijön egy nagy filmalkotás, és azt úgy tolmácsolni a magyar színészek által, hogy ez teljesen magyarul szól, de teljesen azonos nívón adja a hatást, tehát semmit nem ront az eredeti hagyművész játékán, hanem segíti azzal, hogy minden szót megértelek. Mert az nem létezik, hogy például a Shakespeare filmet, hát hogy lehet feliratozni? Beleírják, vagy mit csinálnak vele? De hogyha nem Shakespeare film, akkor is hát kivonatosan valamit a tartalomból közölnek. De az nehezen olvasható, meg kivonatos. És míg elolvassa, addig sok minden elmegy a játékból előle. Tehát biztos, hogy sokkal többet ér még így is, mint hogyha feliratos a film, de mondom, én szerintem rontani lehet vele, javítani nem. A maximum az, hogy azonos szinten, azonos hőfokon, tökéletesen eltalálva a rendező stílusát, szándékát a filmmel, és megfelelően jó szerkesztéssel kihozza. De ilyenekben borzasztó lelkiismereti kérdés, ez egy rendezőnek soha nem fogom elfelejteni, hogy megkaptam a Hosszú forró nyarat, ami akkor borzasztó nagy siker volt, ez a sorozat, a Hosszú forró nyár. És annak egy fiatal színész, egy fiatal amerikai színész volt a főszereplője, és én hallgattam, és azt mondtam, él Magyarországon valaki, aki pontosan ilyen zsáner, és pontosan ilyen hangja van. És nem jutott eszembe, és nem jutott eszembe, és kiírtam 36 színészt, és nem az volt, és nem az volt, és borzasztó volt, mert hallottam egyszer a hangot, csak egyszer nem tudtam azonosítani. Aztán odaadtam a Kertész Péternek a főszerepet, aki nagyon boldog volt, és nagyon örült neki. Egyszer egy éjjel fölültem a szájra, és azt mondtam, hogy Jézus Mária, hát a Kránic Lajos, aki most lenn van vidéken, és mint főiskolás, éppen csak, hogy végzett, az is egy fiatal ember volt. Hát ő az a hang. És azt mondtam, bementem, és azt mondtam a gyártásvezetőnek, hogy te teszedőtél a pitbe. Hát mondom, nem ő fogja játszani, azt mondom, ne hülyéskedj, mondom, nem ő fogja játszani, a Kránic. Hát ebből persze borzasztó kellemetlen volt, és aztán a Pétertől én bocsánatot kértem, és megmondtam, hogy ne haragudjon, de egyszerűen nem tudom mással megcsinálni, mert hallom, hogy Jézus, ez borzasztó rossz lenne, és bocsánatot kértem, és a Péternek kápótoltam aztán más nagy feladatokkal, és a Kránicot biztos meg vele. Szóval ennyire foglalkoztat és dolgozik az emberbe, úgyhogy hogy ez nem úgy van, hogy az ember így jó szerepel, hanem az egy nagyon nehéz dolog. És ezzel állítom, hogy elütőd egy szinkronizálásnak a sorsa, a szerepoztása. Bizonyára. Hát a színpadon is így van. Igen. Vidéki színészekkel szokott te dolgozni? Különösen nyáron, mert ez, én úgy érzem, hogy feladatunk is részben, hogy azokkal a színészekkel, akik tél folyamán nem jutnak hozzá, mert nem tudnak följönni. Vagy pedig csak úgy tudnak följönni, hogy egy év utánra ma dolgoztam a Vas Gabival, aki vidéki színházban dolgozik most, és nagyon kellett nekem, és egy év utánra följött, majdnem elkéstem tőle, és megcsináltuk vele. Úgyhogy már az egész föl volt, csak ő föl, amikor másodjára, csak ő hiányzott először, ő másodjára fölvettük. De nyáron, akivel csak lehet, a vidéki színészekkel nagyon szívesen, boldogan dolgozunk, és nagyon sokan vannak, akik kitűnően szinkronizálnak vidéki színészek. Ezek azért kérdeztem el, hogy őket itt Budapesten, ez egy vízhelyi ország. Igen.
nem igen ismerik a rendezőt. A rendezők ismerik, mert hát főiskolás koruk óta általában járunk a főiskolai munkaelőadásokra, meg hát nagy vidéki előadásokra le szoktunk menni, szóval ez nem úgy van azért, hogy nem ismerik, ismerik azért, nem mindenki, hát ezt nem mondom, és hogy egyforma a foglalkoztatottságuk, hát erről szó sem lehet, nálam, hogyha lehet szinkronizálni, hívjuk őket, na most ez azért nagyon szűk valami, mert tényleg ugye nyáron nem igen van más, tehát az nem foglalkoztathatja a Pesten őket, filmgyártásról nem tudom, hogy beszélhetünk, hegy általán, ugye? Marika, megengedsz egy kérdést, mert itt a Zsolt vannak vidéken is szinkron stúdiók. Igen. Sárközi Zoli, igen. Zsolték csináltak kedvezetet. Igen. Utélem. Meg hát itt persze aztán Dunát lehet lassan rekeszteni, hogy kell a maszekkel. A színvonal. Mert az egy dolog, hogy a kollégák keresnek, utcáról menjen mennek, de hogy megy le a színvonal. Mert én szerintem hát most bocsánat, hogy kérek, de hát nekem ez volt borzasztó kínos ez az út. Mert hogyha én most őszintén válaszolom... Én ezt válaszolom. Én rengeteg stúdióban dolgozom. Ma egy picikét néhányan megszüntet, hála jó Istennek. A közül a nagyon sok stúdió közül. De ez ugyanúgy a kialakulása valaminek, ami régen egy helyen volt, ott nagyon profi módon működött, arra idő, pénz, tér, helyiségek voltak. A videók előzölötték az országot, hihetetlen kerestek lett a szinkron után. Hogy mindenki vállalkozáson elkezdte tojásos dobozokkal szigetelt kis lakásokban, meg lehetett fulladni, mérhetetlenül rosszul megírt. Szóval úgy technikailag, mint szakmailag, írott anyag, fordítás, borzadályos szinkronokban jártam. Akik végképp nem tudtak valamilyen színvonalra kicsit följebb emelni a szinkronizálást, tehát a fordítást, a szájhelyességet, a technikai hatását, a terét a munkának. Ők tökre mentek, nem sokan, még mindig nagyon sokan vannak nagyon rossz körülmények között. Hozzá kell tennem, hogy néhány szinkronos ugyanalakult szinkron stúdió pedig javult egy kicsikét. De azért ahhoz a minőséghez képest, ahogy engem tanítottak még, szinkronban szinkronizálni, hogy milyen az kezdőként, hát az ma már nem létezik. Az is igaz, hogy a színészek közül viszont kialakult egy réteg, akik csak ebből élnek, és közöttük mindannyiunkhoz képest, vidéki festi színészekhez képest is vannak profibak, mert őnekik, hogy úgy mondjam, szinte ezzé vált a szakmájuk. És hát olyan nagyon-nagyon jó, hogy az pótolhatatlan. És az is igaz, hogy ők mindig csak ebből ölnek és ráérnek. Tehát nem úgy van, mint régen, hogy van egy állandó mozgás közöttünk, hogy mindenki szinkronizál, mert hogy van, aki igyekszik, és sokan a vidékieket is dolgoztak, meg akik máshol is dolgoznak, de természetesen aki máshol elfoglaltak, és aki erre mindig ráér, és nagyon jó, és ott van, elsősorban azokat foglalkoztatják. Nekem ez a tapasztalat. Na most, akkor én most nézni tudjuk. Szóval olyanok fordulnak elő, például tudomásomra jutott, hogy van Budapesten nem egy olyan vállalkozás, ilyen családi alapon, hogy a nagynéni jön el játszani szeretett, a manikülős nő, nem tudom. Van. Családi alapon hozták. Ezt a szintet én még nem ismerem. Nagyon sok fele járnak. Ez a szint téged nem mert téged elvinni, meg nem is akar téged elvinni azért, mert te pénzbe kerülsz. Nem vagy családod. Nem vagyok család. Hát nem ezért fognak fizetni. Természetesen. Na akkor van olyan, az például konkrétan eladható. Nem hívő. Természetesen nem a tévébe megy, és nem a moziba megy. Videótékába hal. Mert a videótéka azt mondja, hogy Pannoni a filmstúdió mennyit kér ezért X összeg. Rex filmstúdió, ahol én dolgozom, mit kér X összeg. Most már dolgozom a Hidiboxnak is. Hidibox mit kér X összeg. Hát ezt nem. Na most akkor maguk ott a Kossuth-Lajos utcában, az udvarban mit kérnek? Mennyit tetszik adni? Tessék!
Hát krajcárokért megcsinálják, mert nincs rezsit, mert egy lakásban ülnek. Például, hát most nem akarom mondani, hogy ki egy fiatal színész, egy nagy nevű színész, jött egyszer fölháborodva hozzám, hogy kérdezem el, hogy mi történt vele. Tegnap kapott egy diszkót a Kossuth-Lajos utcában, egy udvarba, bement egy lakásba, egy privát lakásba, és a fülére tettek egy hallgatót, és azt mondták, hogy mondja. Mi? Hát mondja, hát ott van a mondja. Akkor letette és mondta, hogy bocsánat, kérek, aztán valami tévedésen is elment. Hát az ilyen dolgok vannak. Az a baj, hogy egyelőre itt nincs különbség. Mert hogyha arról lenne szó, hogy farkas törvények uralkodnak a mi pályánkon is. Aki jó, az kell, de erről nincsen szó egyelőre. Leginkább nagyon sok helyzetben csak az a fontos, hogy nem kell ilyen soha, mint ez a videóban. És ettől nagyon nehéz értéket őrizni a színháznak. Nagyon nehéz értéket őrizni bármilyen stúdiónak, rádiónak, bárkinek. Mert van egy értékvesztéses helyzet, amivel mindenki csak kapodja a fejét. Ma csak ezt hadd mondjak két mondatot, nálam is, mint a partvonalai belebeszél, de elnökségem volt a Konrád Tóni, aki elég sokat szinkronizált és elég nagy hangművész. Tett egy ajánlatot, még a mértéken beszélünk, hogy most az 1 millió vagy 1 millió lesz, de ezek között, a stúdiók között, akik színészeket foglalkoztatnak, tehát értéket csinálnak, és meg tudjuk állapítani, mondjuk netán még ez is egy pontrendszer alapján, ki kell találni, hogy legyen ez, hogy van egy csomó kollega, aki tehetséges, és mégis a pálya szélén van, munkanélküli, szakszervezet, nem tudom micsoda, hogy ezek között lesz minden évben egy ilyen 1 millió forintos díj, egy ilyen szinkron stúdió között, és ez abból a kazetta jogdíjból, ami a üres hang és két kazetták után járó pénzből jön, fogjuk megszavazni, vagy odaítélni a kollégák véleménye alapján, akik nem hagyják az utcáról bejönni azt a hát azt a színvonalkalasságot, ami nagyon bölcskedben minden is. Hát valahol egyébként is úgy kell kínálni ennek a dolognak. Akkor, amikor a Wiesinger kinevezték a televízió főosztályának a vezetőnek, akkor mi beszéltünk vele erről a dologról. És ő azt mondta, hogy minden erejével próbálja megbátolni, de hát nem is tudják, hogy hol vannak ezek. Szóval ezek ilyen bejelentés nélküli meg. Szóval ilyen félmutatalos. Jó, hát ez igen, mindenhol szóval van. Igen. Ez végül is egész az társadalmi osztályban. De hát az igazság az úgy van, tehát úgy igen, de azért hát lényegileg a televízió és a mozik azok a régi megbízható társaságokkal dolgoznak, akik hát és színvonal. És színvonal, régi színvonalon. A televízió és a hát a nagy filmszínházak természetesen. Szerintetek a szerencse mennyiben szükséges ehhez a pályához? Szükséges. Világválasz. Nekünk azt mondta az apák volt, és azt mondta nekünk, hogy hát én megmondom maguknak első órán, megmondom maguknak őszintén, hogy ehhez a pályához kell 20% tehetség és 80% szerencse. Igen. És én meg kell mondanom, hogy én ezt tapasztaltam rendezőnél, színésznél, mindenkinél. Sajnos ez egy olyan pálya, hogy ez szerencse kell. Sanyi? Szerint. Most nekünk 90%-os szerencsénk lesz, elmondod nekünk azt a meccset, amit szerettél volna? Én nem szerettem. Jó, amit én szeretnék. Elmondom. Babics Mihály, festett cél, puszta semmi. Nem tudok kavarogni, és nagyra menni, mint a vidám, dús, homlokú fiú. Érzem, hogy festett céljuk puszta semmi, és a nagy dicsőség álmai hívjuk. Érzem, hogy legjobb restenel vihet, és nincs
már törekedni út. Kaszkor születtünk. Nincs mód újra lenni. Nekünk csupán az élet csontja. És mégis. Egyre futok, egyre vágyok. Valamit keresek még a világon, amit megölni nem fogok sohasem. A régi vágyat, a régi ifjúságot, a réges-régen elhervadt virágot, és a leszületelt gyümölcsöt keresem. Igen, megvan, igen, a köszönöm.